Pandémia helyett tridémia, bár már nem olyan agresszív a koronavírus járvány, még mindig jelen van az életünkben, azonban nincs egyedül. Az influenza minden télen felüti fejét, de idén egy harmadik vírus is megjelent Magyarországon. Az influenza az is dühöng, tehát egy magas lázzal, végtag gyengeséggel, végtag fájdalommal járó tünetegyüttesről beszélünk, illetve itt van az RS vírus is, amely szinte egy légúti vírus, ami korábban is megvolt, és gyakorlatilag 2-3 éves korára az egész populáció átfertőződik, tehát óvodáskorra megkapja, de most ezt erősebbnek érezzük, emiatt viszont főleg kisdedeknél történt már kórházi ellátást igénylő eset is előfordulás. Az RS, vagyis a légúti óriássejtes vírusnak nagyon hasonlóak a tünetei az influenzájéhoz és a koronavírusához, így nehéz megkülönböztetni, hogy mivel állunk szemben. Légúti tünetek vannak, magas láz, vagy éppen elhúzódó hőemelkedés, köhögés, ez általában száraz köhögés, és súlyos esetben légzés támogatást igénylő beavatkozásra is szükség lehet ez kórházi körülmények között, mert légzési elégtelenséget is okozhat. Szabó Gábor hozzátette, nem csak azoknak érdemes beadatni az influenza elleni védőoltást, akik valamilyen szív- és érrendszeri vagy más tartós betegséggel rendelkeznek. Az egészséges fiatalok is megszenvedhetik, ha 2 vagy akár 3 vírus támadja meg őket egyszerre. Ez most nem válogat, az influenza az abszolút nem is volt válogatós, ugye itt megint csak a súlyos esetek előfordulásai kikre jellemző, de a fiatalokat is nagyon meg tudja ütni, tehát több napig magas láz, végtagfájdalommal itt tud kikelni az ágyból, és akkor amilyen gyorsan jött, annál egy kicsit lassabban, de azért múlik. Ritkán, mikor felülfertőződés van, akkor esetleg szükség lett antibiotikumra. Kórházi ellátást igénylő eset jelenleg ebben a szezonban most nálam még nem történt. A szakember elmondta, odafigyeléssel talán elkerülhetőek a megbetegedések, javasolja a tömegek kerülését, illetve a maszk használatát. Ezen kívül nagyon fontosnak tartja, hogy sokat legyünk a friss levegőn, és mindenki fokozottan figyeljen oda a C és D-vitamin pótlására.